Takarékoskodni számos módon lehetséges. Tudatos vásárlással, energiatakarékossággal, kevesebb pazarlással és több odafigyeléssel pénzt spórolhatunk meg magunknak. A takarékosság világnapján és a fűtési szezon beköszöntével a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.-nél érdeklődtünk arról, hogy mekkora mértékben spórolnak az emberek a fűtéssel. Amit tapasztaltunk a távhőbe, az, hogy nagyon megnőtt az emberekbe a takarékosság, a tudatosság, szinte folyamatosan csökkenik a távhőkkel használás. Ez arra utal, hogy mindenki jobban odafigyel a költségeire, így a távhőre is. A szakember azt mondja, az emberek előszeretettel használják a termosztatikus radiátor szelepeket, sokan teljesen lekapcsolják a fűtést, ha elmennek otthonról. Nem csak a távhőben, hanem a családi házaknál is ugyanúgy meg lehet csinálni azt, hogy a fűtésen ugye úgy jobban szabályzottan olyan kazánokat betenni, ami kondenzációs kazánok, meg egyéb takarékosságok, akár hőszivattyúval, nagyon sokat lehet takarékoskodni. Aki odafigyel, az éves szinten akár 10-15%-ot is meg tud takarítani a fogyasztásából, anélkül, hogy a komfort érzete csökkenne. Fűtésben úgy, hogy van azért fatüzelésű kazánunk, és hát ugye van nekünk egy ilyen kis akácos részünk, és akkor úgy nem mindig gázzal tüzelünk, hanem csak amikor ugye pluszabb fokok vannak, és amikor hidegebbek, akkor fával, avval mindenképpen. Hát az árammal azzal annyira nem lehet takarékoskodni, mert az ugye sok minden árammal működik. Próbálunk a vízzel is, ugye energiatakarékos eszközökkel, akár A+, vagy akár erősebb, természetesen ez egy forintális dolog. De most mondom azt, hogy a szemét is egy nagyon érdekes dolog, amit én is azt mondom, hogy a szelektív gyűjtés is nagyon fontos. Természetesen a palackokat visszavisszük, ez az 50 forint úgy látom mindenkinek azért tetemes mennyiség, így azért az embereket rákényszerítik, de szerintem ez egy jó megoldás, hogy visszavigyük és ne dobjuk ki olyan helyre, ahova nem való. A takarékossági világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy tudatos pénzügyi döntésekkel nagy mértékben spórolhatunk felesleges kiadásainkon.